Már a folyosókon is nagy volt a tömeg csütörtök délelőtt az Audi arénában. 800 középiskolás diák érkezett azért, hogy részt vegyenek egy kiürítési gyakorlatban. Emellett a Magyar Vöröskereszt segítségével az újraélesztést is kipróbálhatták, valamint egy előadást is meghallgathattak. Ugye, mint Audi aréna, egyrészt kötelezően részt kell, hogy vegyünk minden évben egy kiürítési akcióban, ha úgy tetszik, egy kiürítési gyakorlatban. Ezt látjuk ugye itt ma, a katasztrófa védelemnek pedig kötelezően részt kell vennie ilyen tendereken. Ezt a kettőt vegyítettük ma itt össze, és a katasztrófa védelem által szervezett rendezvényt láthatjuk. Így az Audi arénát egyből le tudják tesztelni, hogy megfelelnek-e minden előírásnak, ők pedig ugye el tudják végezni ezt a gyakorlatot, amit ugye el kell végezniük. Úgyhogy ez is mutatja, hogy kiváló a kapcsolata katasztrófa védelemmel, nem csak itt egyébként, hanem a rendezvények tekintetében is. Először egy bábon mutatták be a gyerekeknek a gyakorlatot, majd a nézőtéren, többen pedig a pálya közepén egy labdán gyakorolhatták, hogyan kell mellkas kompressziót végezni. Ezt követően Zaher Gábor toxikológus tartott előadást a kábítószerekről, illetve arról, miért ne nyúljanak a fiatalok a drogokhoz. Alapvetően én sosem akartam elrettenteni, és a dolog nem is arról fog szólni, hogy én bárkit is el akarjak rettenteni, hanem meg kell tanítani a gyereket jó döntéseket hozni. Ami persze olyan nagyon egyszerűen hangzik, de ennél sokkal-sokkal bonyolultabb, ha bár magának az egész kábítószer problémának van egy borzasztó egyszerű megoldása, egy hárombetűs magyar szó, nem. Na most ezt kellene megtanítani a gyerekeknek. Persze joggal merülhet fel a kérdés, hogy rendben van, a gyerekektől elvárjuk a nemmondás tudományát, és mi okos és bölcs felnőttek tudunk nemet mondani? Hát nem biztos. És alapvetően először magunknak kell belenézni a tükörbe, hogy tudjunk kommunikálni a gyerekünkkel, tudjunk velük beszélgetni, ismerjük ezt az egész furcsa világot, és ha ismerjük, és a gyereket megtanítjuk jó döntéseket hozni, akkor azt gondolom, hogy nyugodt lélekkel el lehet engedni bulizni. Az országosan is ismert orvos szerint napjainkban az első szerhasználat már 14-15 éves korban megtörténik. A toxikológus arról is beszélt, hogy a koronavírus járvány pozitív hatással volt a kábítószer fogyasztás visszaszorítására. Nagyon sok negatív dolog elmondható itt a koronavírus fertőzéssel kapcsolatban az életünkről, de talán egyetlen egy pozitivitása volt ennek a dolognak, hogy a kábítószer használatra csökkenő tendenciát mutatott. De hát ez teljesen jogos, hiszen kiarosabbnek van kedve mondjuk péntek este egyedül két tabletta extazit elfogyasztani otthon. És összességében ugye a nagy lezárások azok részben ugye a kábítószer hozzáférhetőségét csökkentették, részben pedig az áruk is fölment természetesen, hiszen ugye óriási nagy ellenőrzések voltak mindenfelé. És ebből a szempontból tényleg ez az egyedüli pozitívum, amit a járványról el tudunk mondani. Viszont egy biztos, hogy maga a kábítószer itt van közöttünk, és meg kell tanulnunk vele együtt élni. És ugye az a korosztály, akiknek én ma meg holnap itt tulajdonképpen mesélni fogok erről a furcsa-furcsa világról, az gyakorlatilag még előtte van. A szervezők szerint a programnak minden évben jó visszhangja van. A kiürítési gyakorlat is sikeres volt. Elnézve az arcokat azt látom, hogy élvezik, és szórakozva tanulása a legjobb oktatás, azt gondolom. Nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kapunk, mind az Audi Arena tekintetében, de én azt gondolom, hogy Győr idei kulturális élete, hála a polgármester úr sokszínűségének, nagyon-nagyon jó visszhangokat kapott, és el kell, hogy mondjam, hogy Győr ebben a tekintetben, én azt gondolom, hogy legjobban vizsgázott. Bátran kimerem jelenteni, hogy Magyarországon Győr az első számú olyan városok közé tartozik, aki a Covid előírások mindegyikét betartotta, úgyhogy mi erre nagyon-nagyon figyelünk. Egyetlen negatív kommentet sem kaptunk a szervezés tekintetében. Én azt gondolom, mint a kulturális osztály Győrben, mind a külső szervezők, mind pedig a Győr Projekt Kft. Tekintetben jó vizsgázott. Az Audi Arena pedig a vírus megfékezéséhez szükséges szabályok betartása mellett továbbra is jobbnál jobb programoknak ad helyszínt a városban.